Nem volt az kérdéses, hogy itt az Európa Kulturális Fővárosa cím kapcsán a város pályázni fog. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett Győr, a város ugyanis pályázik a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címre. Ezt mondta sajtótájékoztatóján Fekete Dávid. Az alpolgármester szerint a megyeszékhely kulturális infrastruktúrája, intézményei, együttesei és fesztiváljai jó alapot adnak ahhoz, hogy Győr sikeresen pályázzon az elismerő címre. Győr igazi fesztiválvárossá tudott válni, hiszen olyan neves fesztiválokat tudunk ma már szervezni, amely több ezer embert, több ezer győrbe látogatót tud vonzani évről évre ebbe a városba, illetve rendezvényről rendezvényre, ami nagyon fontos szempont számunkra. Másfelől pedig az, hogy a kulturális intézményeink azok olyan kiválóan teljesítenek, hogy nagyon sok alkalommal tudnak nemzetközi szintű produkciókat Győrben megvalósítani, és sok esetben pedig nemzetközi porondon tudnak megmutatkozni, és viszik Győrváros és természetesen Magyarország jó hírét. A pályázat elkészítésében az önkormányzat a győriekre is számít, éppen ezért a következő hetekben, hónapokban várják az itt élők ötleteit és elképzeléseit. A 2023-as Európa Kulturális Fővárosa pályázattal kapcsolatban logó és szlogen pályázat is indul. A fiataloktól kezdődően az aktív korosztályt és az idősebbeket, a nyugdíjasokat is szeretnénk megszólítani, mondják el a véleményüket, vizionálják azt, hogy ők mit szeretnének látni 2023-ban vagy azt követően Győr kulturális életében, és ehhez számítunk azokra a kreatív szakemberekre is, akik pedig az egész pályázatot úgymond fel tudják öltöztetni. Egy jó szlogen, egy jó kifejező logó az nagyon fontos tud lenni ebben a tekintetben. Hétfőn a pályázat előkészítő bizottság is munkához látott, amelynek feladata, hogy egy olyan anyagot állítson össze novemberre, amely jól képviseli Győrt és Magyarországot is. A tavalyi esztendőben megtörtént a bejelentés, hogy Győr pályázik az Európa Kulturális Fővárosa címre. A mai napon pedig megalakult az a szakmai pályázat előkészítő testület, amely megkezdi a konzultációkat. Itt a tavasz folyamán, márciusban, áprilisban szeretnénk a győri polgárok véleményét kikérni erről a pályázatról, arról, hogy milyen ötleteik vannak. Természetesen a győri polgárok mellett a kulturális intézményeink is hangsúlyosan bekapcsolódnak majd ebbe a munkába, és bízunk benne, hogy nyár elejére már lesz egy olyan komoly összesített igénylistánk, amiből aztán elkezdhetünk gondolkodni, hogy milyen irányokat képviseljen majd a győri pályázat. Győrön kívül sok más magyar város is jelezte már, hogy megpályázza a rangos címet. A pályázatokat decemberben kell beadni, utána születik majd döntés arról, hogy melyik kandidáló település lesz Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban.